Magyarországon a 16. században, a török uralom korszakában terjedtek el a reformáció eszméi. Luther nézetei először Habsburg Mária udvarába jelentkeztek, majd az erdélyi szászok között váltak elfogadottá. Noha az országgyűlés fellépett az új tanok ellen, a 16. század végére az ország nagy része protestánssá vált. Mivel a forradalmárok a nép nyelvén magyarul prédikáltak és leforították a Bibliát, tevékenységük nagy mértékben hozzájárult az irodalmi nyelv kialakulásához. A református erdélyi fejedelmek és főurak számos nyomdát és főiskolát alapítottak, amelyek elősegítették a hazai oktatás és művelődés ügyét. Hölgyek, urak! Örül a szívem. Jó benneteket így együtt látni. A mai nap ünnepnap. Egyrészt már kezdődik az őszi szünet, kicsikét ki lehet pihenni, fel lehet töltődni. A másik meg a számunkra, evangélikusoknak, protestánsoknak, de talán szerintem az egész keresztény világ számára egy jó 500 évvel ezelőtti eseményre emlékeztet bennünket, ahol is egy megújulás kezdődött. Erre a megújulásra a 21. században, jelen időkben hatványozottan szükség van. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az az egész üdvtörténet, jézusi történet az arról szólt, hogy volt valaki, aki lejött közénk, közösséget építsen, és együtt legyen velünk. Tudta, hogy nem vagyunk hibátlanok, sőt azt is tudta, hogy vétkezünk, mert emberek vagyunk. És ez, hogyha ezzel tisztában vagyunk, akkor rájövünk, hogy mennyire fontos a közösségnek a szerepe. Tudjuk, hogy a mellettünk levő és mi magunk is hibázhat, megbotolhat az út során, de nem ítéljük el, mert van valaki, azt mondja, hogy megbocsát. És ez csak közösségbe lehet megélni. Egyénileg nem. Ebbe az időbe, ebbe a világba sajnos olyan helyzet van, hogy el kell szeparálnunk egymástól, hogy gátat vessünk egy kornak, egy vírusnak a terjedésétől. Azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az ember az egy társadalom. Hova intek mindenkit attól, hogy a virtuális térbe szoruljon be, és ott magányos farkasként élje az életét, ezért is van szükség ilyen alkalomra. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy voltatok olyan bátrak, és fölvállaltátok azt, hogy egy légtérbe legyünk, és közösen tudjuk ünnepelni. Mai nap folyamán egy Isten tiszteletet fogunk kezdeni, Aradi András esperes úr szolgál, és minden egyes hétfő reggelente így kellett volna neki mennünk, ilyen lehetőséggel, az előttünk álló feladatoknak. Ez ugye bizonytalan ideig fel lehet függeszteni, én most azt kérem, hogy tárjátok ki a szíveteket, raktározzatok el az itt hangzott gondolatokat, hogy töltődni tudjatok belőle, és pihenjetek az őszi szünetbe, érezzétek jól magatokat, és reméljük, mire visszajövünk, még könnyebb lesz az élet. Erős vár, szép napot mindenkinek! Jó reggelt kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk! Az Isten tiszteletünket a 254-es énekkel kezdjük meg. Ez az énekünk egyben, egyfajta az evangélikus himnuszunk is. Azt kérem, hogy az első két versszakot fennállva énekeljük. Thank you.
igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és jajtékoznak is vizei, és tombolásától megrepülnek a hegyek. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Isten a mi várunk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Most pedig Krisztushoz könyörögünk, és a könyörgés minden egyes mondatának végén ismételjük együtt, Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, Uram, irgalmazz. Úr Jézus Krisztus, Te vagy az egyetlen út az Atyához. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Úr Jézus Krisztus, Te magad vagy az igazság, aki kedvessé tesz minket Isten előtt. Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Úr Jézus Krisztus, Te vagy az élet, akiben üdvösségünk van. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Amen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen! Hallgassuk meg azt az igét, melyet megírva találunk Pál apostolnak Rómaiakhoz írott levelében, a 10. fejezet 3. versétől a 11. verséig. Isten igét fennállva hallgassuk. Pál ezt írja, mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságát. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulását. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselepszi azokat, él által. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe. Azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba. Azért tudnélik, hogy Krisztus a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige. A te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod ki Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Amen. Kedves pedagógusok, tanárok, kedves diákok! Már 3 évvel volt a reformáció 500 éves jubileuma, meg a hónapnak a végén már az 503. évet ünnepeljük. Sok program és előadás elevenítette fel a fél évezredes eseményeket, vitákat, gondolatmeneteket, és ezeknek fonalát is próbálták kibogozni, hogy tisztában láthassuk, mi is történt Luther Márton és társai korában ott, Wittenbergben, és azt követően egész Európában. Előkerültek újra fontos témák, szavak, kifejezések, melyek meghatározták az akkoriak beszédét, gondolkodásunkat. Megpróbáltuk megérteni érzelmeinket, kapcsolatrendszereinket, néhol hevességüket, és jelenvalóvá tenni azokat a mai ember számára. És éppen itt van a legnehezebb feladat. Még csak-csak sikerült közelebb hoznunk az 500 évvel ezelőtti múltat, de tud-e mondani a mai ember számára bármit is, Luther? Azt gondolom, igen. Ha megértjük, ő is csak megérteni akarta a mindenkorban bennünket megszólító Isten szavát. Először is tudnunk kell, hogy nem Lutherrel beszélünk.
a Krisztus szerinti, a jó vállalása rosszal szemben mindig is jelen volt és jelen van az egyház életében, Isten népének életében. Figyeljük meg akár a proféták küldetését, vagy Pál apostol kritikáját Péterrel szemben, ahogyan azt a Galata levélben olvassuk. Amikor az egyháznak hatalma lett, földi hatalma, pompa, vagyon iránti vágya, de legfőképpen a lelkek hatalma feletti mindenhatóság, a visszaélés, a bűn szeretete, az önzés egyre más lehetett. Ez a kettőség, vagyis hogy a jó és rossz egyszerre jelen van, az egyházban mai napig is jellemző rájuk. Így beszélünk láthatatlan és látható egyházról, azaz Krisztus testéről, mint szent közösségről, és beszélünk, mint emberi közösségről, azaz bűnös, hibákkal teli közösségről. Az igazságért folytatott harc következménye az egyházban is, Isten népének közösségében is sokszor lett megvetés, megverés, megkövezés, megölés. Luther is az igazságot kereste, kutatta a maga korában. Így jutott el oda, hogy az egyháznak vissza kell térnie az eredetihez, Krisztushoz. Azaz meg kell újulnia, reformálódni. Ehhez újra kellett gondolni sok mindent, többek között szavak jelentését. Megigazulás. Az egyik legfontosabb szó Luther teológiájában. Amit meg akart érteni, hol talál kegyelmes Isten? Azaz hol talál megigazulást, megbékélés szívén? Ott, ahol az megigazulás evangéliuma megszólal, Krisztusban. És ez az, amit sokan félremagyaráztak, kihasználtak az ő korában. Mert nem Krisztusban, hanem az egyház törvényében, rendtartásában, elvárásaiban tornyosult az akkori ember elé, az üdvösség nem is feladata. Tarts meg, teljesítsd, és üdvözlősz. Olykor igen vulgáris, durva, közönséges elvárásrendszerhez kötötték az üdvözülés folyamatát. Fizes és üdvözlősz. Luther felháborodása, reformációja éppen ezt az elvárásrendszert rombolja le, és érteti meg az akkoriakkal, ez nem Istentől van, ez nem Isten elvárása. Isten nem ilyen Isten. A pokoltól való félelem helyett lássuk meg inkább Isten kegyelmességét, szeretetét. Kérdés az, hogy ki ítél el. A ma ember számára a legtöbbször elő sem jön a bennünket elítélni akaró Isten képe, a tőle való félelem. Szekularizált világunkban nem kell megküzdenünk az ítélet borzalmával. Nem kell feloldanunk rettegéseinket a pokol tűzét magunk elé dimenzionálva. Mert ezek a képek, fogalmak igazából már sokakat hidegnek vagyunk. És mégis, az ember ide-oda szaladgál, hogy feloldja magában azt a sokszor megfogalmazhatatlan kint, mely nem hagyja nyugodni. Mi végre is az élet? Mit kell teljesítenem, hogy ember legyek a szó teljesítőben? Nem csak önmagad, de a világ is hajtja, súlykolja belé. Ezt és ezt tedd, ilyen és olyan légy. Na akkor ember leszel, na akkor érsz valamit. Ma nem Isten, hanem önmagunk és a bennünket körülvevő világ ítél el. Sokszor úgy érzem, könyörtelen. Hol áll az igazság? Mi az igazság? Hol találjuk meg az igazságot, mely egyértelművé teszi a végső kérdéseinkre a választ? A zsidóság Mózes törvényeiben kereste, és a maguk tetteiben. Tisztaság keresésük végletekig feszítése egy soha el nem érhető Istent vizionált sokak. Pál apostol, aki maga is részes volt a tisztaság végletes hajszolásában, a farizeusi élet tökéletes megvalósításában,
pontosan Krisztusban találja meg a megigazulás, igazságkeresés feloldását. Ő az igazság. Ő Isten kegyelmének forrása. Aki jelen van, közel van. Nem kell sem az égben, sem a pokolban keresnünk az üdvösség zálogát, hiszen itt van, mellettem. Nem kell sem elvárásrendszerekből, sem félelmekből felépíteni az életet. Csak is Krisztus szeretetében. De mit kíván tőlem Krisztus? Mit vár el tőlem Krisztus? Rendszerekből, sem félelmekből felépíteni az életet. Csak is Krisztus szeretetében. De mit kíván tőlem Krisztus? Mit vár el tőlem Krisztus? Mit kell tennem, mit kell ő hozzá vigyek? A válasz egyszerű. Semmit. Ő hozza hozzám áldozatát, szeretetét, ő hozza az elfogadás ajándékát, az értékes ember vagyok érzés békességét. Egyszerűen csak ezt kérem. Fogadjam el ezt az ajándékot. Szívvel, bizodalmas hittel, ráhagyatkozó életigenléssel tudjam, értem támad fel a halálból, értem tette értelmessé élővé minden percemet ebben a földi életben. Szívvel és szájjal ráhagyatkozni. Ez az Isten igazsága. Nem mérítél, nem megítél, hanem egyszerűen magához öl. Reformáció ma. Ha ma igazán ünnepelni akarjuk a reformáció ünnepét, akkor pontosan Isten igazságát kell közel vigyük a mai emberhez. Szájjal vallást tenni Krisztusról, ami azt jelenti, hogy oda tudom élni a másik ember elé azt a bizodalmas hitet, békességet, félelem nélküli életet, melyel hiszem, hogy ő benne van egyedül. Hitelesen, Krisztusban megigazulva, azaz nem rettegve az élettől, hanem örömmel megélve azt, hogy ember vagyok, Isten gyermek. Sok minden jöhet még a jövőben. Sok mindent talán egyre homályosabban látunk a bennünket körülvevő világban. Egy dologban azonban biztosak lehet. Van, mint fösségünk Krisztusban. Ez az, amire Luther ma is tanítani akar. Könyörgy! Mindenható Isten, áldunk, hogy közben járunk át tetted egyszülött fiadat, a valóságos embert, aki együtt érez velünk, a valóságos Istent, ismeri atyai szándékainkat. Add, hogy nevében imádkozva elnyerjük mindazt, ami üdvösséges. Úr Jézus Krisztus, a tiéd minden hatalom menjen is földön. Te kincs gyengeségeivel küzdő egyházakra, és ruházd fel előtte. Teljesítsd ígéretedet, és küldd el szent lelkedet, hogy hűtanúi lehessünk szavunkkal, szívünkkel, életünket. Úr Jézus Krisztus, te a mennybe mentél, hogy jelen lehess mindenütt, ahol ketten vagy hárman a te nevedben gyűlnek össze. Éreztesd velünk is jelenléted éltető erejét, és töltsd be szeretetettel, hogy úgy tudjuk szeretni egymást, ahogyan te szeretsz minket. Úr Jézus Krisztus, add lelked vigasztalását és erejét mindazoknak, akik az élet gondjával, a betegség terhével, az egyedüllét reménytelenségével, vagy a halál félelmével küzdenek. Győzd meg szívüket, hogy te senkit sem vagysz magára, és a te szeretetettől sem ezen a világon, sem az eljövendőben semmi el nem választhatja őket. Úr Jézus Krisztus, tégy minket békességet követeid. Add, hogy
hozzád hasonlóan szeressük rossz akaróinkat, vagy gyűlölőinket is. És soha ne szűnjünk meg imádkozni értük, hogy velünk együtt ők is elnyerjék a bűnbocsánatot és az örök életet. Mennyei atyánk, kérünk, téríts minket minden nap a te utadra, és állj mellénk, ha ingadozunk, vagy ha kísértést gyötör. Végső óránkon pedig segíts mennyei országodban, az Úr Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt még így imádkozunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül felállva vegyük Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát teréjád, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.